Szeretettel üdvözlök mindenkit a Heroes of Might and Magic HD modjának, Shadow of Death kiegészítőjének első kampányának, harmadik missziójának, annak is a harmadik epizódjában. Igen, szerintem eljutottunk a végére. Loadgame-et nyomunk már is a campaignbe, megyünk bele. Örülök, hogy megszavaztátok ezt a játékot ma estére. Ez volt a Retrieving the Cowl. Igen. És itt tartottunk a 15. mentési pontnál. Már is megy a betöltés, hard fokozat. Kiirtottuk az elmúlt epizód végén az összes rohadék vörös nekromantát innen a térképről, úgyhogy most már nyugodtan mehetünk felfedezgetni. Hogy lehet az, hogyha valaki tud hangszeren játszani, ilyen botfüle legyen? Roland G, kinek van botfüle? Na, mi történt? Mit láttál? Úgy kellene csinálnunk, hogy egy kézbe összpontosítsuk erőnket. Jam már nem hiszem, hogy fog tudni fejlődni. Viszont ebben a misszióban elméletileg unlockolva van az összes Mage Guild, úgyhogy rögtön vegyük is fel azokat a spelleket, amiket ezáltal megszerezhetünk. Még az is lehet, hogy lesz Town Portálunk, ami a következő küldetésben azért sokat segítene. Szegény Final Fantasy sosem nyer. Valamiért nem akarják az emberek annyira nézni. Itt már ötös szintű varázslatok is megérkeznek. Ez most egy sacrifice. Egy barátságos csapatot elpusztít, hogy egy halott csapatot felélesszen. Ezt nem is ismertem, ezt a spellt, még soha nem láttam. Szorú, morált veszi le. És akkor lehet, hogy nem jönnek. De itt érdekes cuccokat kaptunk. Town Portál az nem jött meg sajna. És akkor egy sacrifice spellel tudnánk gazdagodni, hogyha oda lemennénk a főhős nőnkkel. Viszont van nekünk itt még valaki, aki most itt van bent, az mind kijön. A pénzünket úgy kellene alakítanunk, hogy minél nagyobb seregek jöhessenek ki, hiszen van nekünk egy sárkány utópiánk ezen a pályán, mégis azt a sárkány utópiát azt nagyon-nagyon jól tennénk, hogyha meg tudnánk verni, ki tudja, hogy mit is adnának. Mage Guild level 2, de ez a fő városom. És nem csináltuk meg a Mage Guildeket benne? Hát akkor mind a kettőben meg kéne csinálni, nem? Így most már nem is lesz elegendő nyersanyagunk. De nem baj, mert ezek majd jönnek szépen, ahogy megyünk a mapon szerte szét. Pénzünk az még maradt, ezeket fel kéne erősíteni. Honnan jöttek alapszintű pegászik hozzánk? Várfoglalásra már nem kell számolni, tehát most már csak erősítenünk kell magunkat, és menni és tarolni végig a mapon. Lehet, hogy felvesszük még őket is. Ami kifér. Na, nem maradt a fejlesztésre elegendő zseton. Akkor adjunk be egy keveset ebből még. Szerintem nem kell sok hozzá, hogy... Na, még egy kevés. Hogy ezek a szuper kentaurok is 780-ért már is 44-es formációba álljanak át. Na, hát akkor itt tudunk mászkálni. Nem tudom, hogy ezen a héten voltunk-e ide fent, de megnézzük. Aha, úgy néz ki, hogy még nem voltunk. Szia Lilian, nem há, jó pihenést, köszönöm, hogy itt voltál. Szia Nekóboly 3-as, hogy vagy, mi a helyzet? De szerintem ezt a Dwarven Treasury-t én meg sem néztem. Mondjuk Andra serege az biztos, hogy képes volna nagyokat menni. Jam itt áll mellette. Na, Jam fog bemenni oda. Nem, itt már jártunk. Van itt egy másik portál. Meg van egy Warrior's Tomb, de ezeket kifosztotta az AI, nem? Á, tudja, hogy kifosztotta. Szinte biztos vagyok benne, nem fogjuk megkockáztatni. Andra seregét lehet, hogy Clancy Tamásnak kéne odaadni, aki meg Leafhallba... Nem, ez Thorgrim. Hova ment be Clancy Tamás? Mindegyik várunkba úgy látom, hogy komoly védelmet raktunk be. Itt van már az öreg Clancy. Teljesen szedett, vedett hordot, mindenhonnan összehordott sereggel. A közép pályát védte eddig. Hát ezt úgy kellene megoldanunk, hogy itt találkozzanak valahogy félúton azokkal, akiknek undead serege van, és Clancy Tamásnak kell vinnie a nagy seregeket szerintem Jam-től. Ez azért volna jó, mert akkor őt még fel kell, hogy húzzuk, ugye? Hány szintet is? Még 2 szintet tudunk rátenni. Mondjuk ott, ahol áll, itt ezen a helyen tudna egy extra szintet magára tenni. Egy 10 Jam-es adomány kellene pusztán hozzá. Hát ezt nem tudom, hogy a többi részt azt megnézzük-e viszont. Itt van valamilyen One Way in France. Mennek a gémek? Na, miket nyomsz? Thorgrim megtámadja ezeket esetleg? A káoszi drákat?
Szerintem akkor lehet, hogy pont, hogy kláncival kellene oda menni, de ahhoz meg át kell alakítanunk a seregeit. Vannak itt még fent északon szerintem felvehető egységek, pont ez nem, de ugye itt jövünk már. Itt van a Leaf Hall, a Leaf Hall-nak van Thorgrimje, szerintem ezt a sereget adjuk Láncit a más kezébe. Nagyjából így fogjuk ezeket így most kitalálni. Ezeket most betesszük, nem inkább ezeket. Elmegyünk a törpökért. Ja, elmegyünk, mindent is felszedünk a térképről. Ez a három, ez így elég lesz. Ezek szerint ezen a héten nem mertem kijönni, mert gondolom féltünk az AI-tól, hogy jön és szétveri a pofánkat. Most már nem tudom, hogy mennyire lehet számolni arra, hogy erős. Ide jössz be onnan. Innen ide. Ahova ezt tudtam volna. Ó, barátom. És hogyha ide mennék vissza, az 4 napba telne, mert hogy nagyon lejöttünk onnan, ugye? Érdekes, hogy erre nem akar átmenni. Miért nem? Miért nem megy itt át? Jó, mindegy, most már megtudtuk, hogy hová vezet az a portál. Így tudott az AI mindig a hátunkba kerülni. Amikor erre felé védtünk, akkor ő megjelent itt középen mindig valahonnan. Láncival a Rangerrel kell ott. Ja, mert elálltuk a kapuban az utat. Csetet felteszed, kösz, hogy mondod, köszi, igen, persze már fent is van. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Ezek, hogyha összeadódnak, ezek nem kis seregek azért az élő hold hordák. Még sárkányom is van, 9 darab. A vámpírokat átváltsuk, de hát 40, 143 Battle Dwarf. Hát meg ezek is Andránál lesznek a seregek. Nem, pont fordítva kéne, nem? Kránci Tamás menjen az Undead sereggel? Nem. Nem Kránci fog menni az Undead sereggel. Szerintem ezeket maximum gyűjtjük. Hát nem tudom, hogy pontosan mi célból. Ugye őket nem visszük tovább magunkkal. Azokat az random hősöket. Le van hangolva a zongora, akkor végül is igaz lehet, ha tudsz kottát olvasni. Micsoda? Végeztem a Plague Tale Requiem-mel, következő játék a Yeti Survivor. Na, ez izgalmasnak hangzik, és mire számítasz tőle? Jó lesz? Rossz lesz? Nagy fanatikusa vagy a Star Wars-nak? Csatlakoznának, de nem férnek be. Én ezeket a rokkokat elküldöm most. Szükségünk volna a sárkányok segítségére és a sárkányok ellen szerintem. Vagy sárkány ellen, inkább sárkányfű. Thorgrim, aki rámegy az íjászokra, ráment már a centaurokra, és lemegy szépen a Dwarf Cottage-be. Azért erősödünk még egy picit, mert lehet, hogy meg fogjuk nézni. Skránci Tamás? Skránci, te ne arra menj, hanem hazafele menj ide. Meg fogjuk nézni a sárkányokat a baloldalon, neki ugye kell szinteznie még. Itt nincs kivéve, amit ki lehet venni. Aha, és hogyha csinálnék egy upgraded Dragon Cliff-et, az jót tenne? Mage Guild level 4. Ja, tényleg a Mage Guild-eket fel kell fejleszteni, tehát hogy azért maradunk itt, hogy tápoljunk még egy kicsit. Sok érdekesség már ebben az epizódban így nem annyira lesz, ezért is örülök neki, hogy éjfél utánra tettük be. Ettől függetlenül kihozunk belőle mindent, amit ki lehet, innen már amúgy sem mozdulhatunk el, építkezni pedig akkor most nem tudtunk. Bányákat kellene még nagy iramban megszerezgetni, szerintem mindenki lépett, úgyhogy mehetünk a következőkre. Lehet, hogy Jamnek kellett volna odaadnia. Ja, Jam odaadhatta volna a seregét Kránci Tamásnak, akinek most visszatért, akkor így a manája is. Az 5. napon vagyunk jelenleg. Ezt hova teszed be? Ja, persze. Meg vagyok én mindennel, csak fejben néha egy kicsit elszállok. Azt mondja, hogy 5-8-8 mindenből és 6-ok vannak. Hát nyugodtan átválthatjuk, hogy a Mage Guild level 4 is megjöhessen. Itt szerintem minden varázslat, ami jelenleg bent van, az már ismert számunkra, úgyhogy a magasabb szintűekre kéne rámenni. Tök jó, hogy itt már nincs belokkolva minden is. Csináljunk ebből 2-t. Ebből is tuti kell 2. Mi van még? Minden megvan. Bejön-e a támportál vajon? Nem jön be. Chain Lightningot és klónt kaptunk, sajna. És akkor itt még lehet menni a Mage Guild level 5-ra. Én ezt nem is tudtam, hogy így lehetne nyomulni. Ez nagyon durvi. Itt már megvagyunk. Ezeket a varázslatokat meg kell szerezni, de szerintem ezek már megvannak, de inkább azért körbe megyünk a
főseregünkkel. Ez volt, amit néztünk, ide még nem jöttem be. De akkor most tanultuk meg a Sacrifice-ot, de akkor mi van a fenti várban? Mint level 5. Ja, semmi, mert ide még nem építettük meg. Akkor igazság szerint el is mehetek arra felé, nem? Legyen egy közbelső seregünk, aki szállítmányozza a seregeket? Tehát, hogy ide jövök, berakom, és amit elhozok, azt átviszi Klánci Tamásnak, aki meg most nem hiszem, hogy nagyon mocorogna, bár néhány egységet még itt fel lehetne venni a környékről. Azt hiszem, itt volt egy homestead, így van, ott vannak a törpök, ott meg vannak a jó arcú Kenta úr legények, hát nem tudom, hogy mennyire jó arcok, de őket is összeszedjük még Thorgrim, lemegy a törpöket beszedni. Szükségünk lesz majd ennek a medúza, mi mondjad már Naga Queen-eknek a kiírtására is. A Waterville-ből pénzt vehetnék fel. Ezeket az egységeket fel kell tápolnunk, és akkor innen pedig megyünk át a balfrontra, hogy helyreállítsunk itt is mindent is. Jól jönnek amúgy az egységek, tehát az szép a szaporulat, azzal gond nincs egy szál sem. Lehet, hogy plusz egy kristály minden nap jöhetne. 5000 gold, hát nagyon jöjjön. Plusz egy bányánk lett ezáltal. Ezeket pedig akkor vinnünk kell tovább balra, a másik várba. Mindenki lépett, minden meg vagy csinálva, mehetünk tovább. A treasury-t én lehet, hogy megcsinálom, elindulunk erre felfele. Éppen most nem utálsz mindenkit? Miért szoktál utálni minden? 8-ak kellenének a resource-okból, és nekem 2-ök vannak? Fú, tehát nagyon kevés ez. Miért van ilyen kevés? Biztos, hogy vannak még bányák itt ott szétszorva, ugye, amiket megszerezhetnénk. 5-ösével megy a váltás. Most hogy állunk? 9-4-4. Menjen még 2 bele, mert szerintem fám meg kövem az talán lesz. És akkor holnap legalább tudunk majd építkezni megint egyet, talán. Ez a sereg, ami itt van, ez lesz a váltásban. Tehát, hogy oda állsz mellé. Nem, te állsz ki onnan, Andra, gyere, úgy. Most mehetnek a váltások. Ezt a sereget átruházzuk akkor. Az élőholtak jönnek Jem kezébe. Sőt, elvihetné a tárgyakat is Klánci Tamásnak, mert Jemnek már nem kell erősödnie, ugye? Tehát minden, ami tárgy és rajta van, az mehetne át Láncira majd. Most ugye nem ráadjuk, de ez csak ideiglenes. Scouting Radius mehet felőlem. 4 Primary Skills, Death Ripple immunitás. Jó, a lényeget szerintem átadtuk. Az Eagle Eye Skill az mindegy, ez itt maradhat. A Luck és Morál az jöjjön velünk, szerintem az jót tesz. Levesz minden Luck bónusz, az nem kell. Duráció a spellekre, ez még lehet, hogy kelleni fog. A Gemet lecsupaszítottuk, tehát ő nem tudom, hogy itt mivel tud még megküzdeni. Majd kiderül, hogy mi lesz még ebből. Szarban vagy, énekelj hangosan. Üdvít nálunk, jó estét. Annó a pirost mindent lenyúlt? Ja, lehet. Nem volt az annyira annó, mert szerintem egy hete játszottunk maximum, de lehet, hogy annyi sem. De igen, az biztos, hogy sok mindent elvitt. És a lilán átmenve, rögtön így lyukadnék ki. A zöldön átmenve, pedig van egy rész ide bent, oda mehetnénk át vele. Szerintem akkor még fel is veszem ezt a fát. Vagy tudod mit, inkább Jem veszi fel a fát. De meg menj oda errefele. Nézzük az északi seregeinket. Holnap akkor meg lesz a Mage Guild építve. Itt ezeket már vehetjük is ki. Ezek nincsenek? Felerősítve. Mage Guild level 3 minden is kijöhetne. Klánci Tamásnak gyönyörű nagy serege lesz, hogy szembe szálljon a brutális sárkányokkal majd. Ott jön az 1000 gold és megyünk haza feltápolni. Klánci Tamás veszi fel, amit még fel tud, megjön lefele is. 6. napon vagyunk, nem fogunk elérni a kentaurokhoz a 7. napra. És itt már nem is tudjuk megcsinálni akkor az 5-ös szintű Mage Guildet. Majd ezek szépen kiforják magukat a mai epizód során még. Tudnék egy csinálni treasury-t? Itt már egy megvan, mert hogy úgy látom, hogy pénzből több lesz nekünk. Inkább legyen egy ilyen még, így, és akkor marad 20 000 gold.
40 ezer golddal megyünk, és most a kettő treasury-nek hála ugye még több lesz ebből a következőkben. Nézzük, hogy van-e itt fent valahol bányánk, vagy akármi, amit még felvehetnénk, ezt pedig akkor visszük át a szembe irányba Kláncinak, aki erre felé érkezik, innen felülről. Felveszi a szupertörpöket, már is mehetne esetleg oda is. Itt mindjárt beérik egymást. Ez Thorgrim. Melódia berakja szerintem a seregeit ide. Elindul visszafelé seregeket gyűjteni szintén. Thorgrim kiveszi majd onnan a dolgokat. És utána Thorgrim majd még fel fog menni szerintem erre felé is. Nézzük csak a... Aha, rögtön nem tudjuk megcsinálni még a homestead hiányában a fejlesztést. 24 darab a környéken lévő Grand Elf szaporulat, az nem kevés amúgy. Szerintem az majd jól fog még összejönni a későbbiekre nézve. Szép nagy sereg jön össze, 90 darab íjásszal benne, úgyhogy mehetünk is tovább. Mi lesz a következő nagy épület fejlesztés? Itt még csak a Mage Guild level 2-nél járunk. Itt már a level 5-öt lehetne húzni. Ez a főváros, Klánci Tamás és társai? Szerintem igen. A fát azt elköltöttem most viszont nagyon. Hát én azt a kettest nem húzom ki. Small number of resources each week. Az jöhetne, mert most lesz a hétváltás. Honnan tudod, hogy mit adományozott az adott héten? 20-as Death Ripple, bepattan aztán Boeing? Igen? Az jó valamire, azt mondod? Ezt kell elintézni innen, meg szerintem a Dwarven Treasury-t is ki kell, hogy vegyük majd. Klánci Tamás elindul. Csak hogy lehet, hogy előtte majd fogok még a tavernből kivenni egy Kirét. Na hát Kire az egyik legvitatottabb hős. Az egész Heroes 3-ban, mert azt hiszem a folytatásban belőle, hogy van, hogy most... Most ő egy nő, Kire. Egyébként pedig a folytatásban férfi. Össze-vissza váltogatják a részek között az ő nemét. Nem tudom, hogy miért. Mondjuk ránézésre is nagyon nehéz eldönteni, hogy férfi-e vagy nő, ugye? Menjen a party hard. Menj ebből haza. Esküvőre holnap mész tovább. Az igen! Kemény berugások lesznek. Azért óvatosan. Folytatás 2024-ben, nem tudom mikor játszódik. Thorgrim szerintem felmehetne, hogy az ottani egységeket megszerezze, és ide majd kellnek a unicornok is. Szia Ninjakel, hogy vagy, mi a helyzet? Lemaradtál a Hollow Knight befejezéséről, pedig mi befejezés volt, micsoda? Ezeket most itt hagyjuk, hogy többet tudjunk lépni majd. És már is akkor a hét elején 31 ezer goldból 57-et csináltunk, nagyszerű. Ja, hogyha bemész a Swampontba, az abszolút elintézi az összes lépésedet? Oké, ezt jó volt megtudni, ezt nem tudtam eddig, bocsánat, buta vagyok. Andra felmegy hozzá. Átadja a seregeket neki. Hát mondjuk úgy látom, hogy azért vannak itt dolgok, amiket nem tudod átadni. Az unikornisokat meg kell tápolnunk, akkor Klánci Tamás ide adja ezeket. Ezeket viszi tovább, ezek jönnek át. Így, és akkor itt a Kláncinál nincsenek. Ja, meg az itemek, persze. Ez az igazi Bud Spencer. Szia, jó estét kívánok. Összekövetést. Nyomjuk át a cuccokat neki. Mr. Urukai, azt a mindenit. Köszönöm, hogy ma sem maradunk feliratkozás nélkül. Nagyon hálás vagyok a támogatásodért, ráadásul 46 hónap. Nagyon-nagyon hálás vagyok neked, igazán köszönöm. Remélem, hogy jól vagy. Rosszalkodik a Vodafone? De csúnyán beszélsz, te Paul. Hát ilyet itt a kultúra, virágzó kultúra csatornáján. Ide megyünk először melódiával, megvesszük a rangereket, megyünk tovább. Jövünk lentebb, Szevazzatisz, összekövetést. Innen is jönnek a unitok kifele, meg innen is. Klánci Tamás pedig be fog állni. Be a szaporulatot ki kell vennie, ugye a sárkányokat és mindeneket leginkább. Mi a véleményed, megéri folytatni a sorozatot Heroes of Might and Magic Olden Erát személyében? Azt nem tudom, hogy milyen lesz, ezért nem is mondok erre semmit. Nem tudni. Valami lesz.
Meglátjuk majd. Kaptunk egy Magic Mirror-t. Ez érdekes. 20%. Hát ez nagyon kevés, nagyon gyenge egy spell ez. Ezt megéri használni? Mr. Urukai, nagyon szépen köszönöm, hogy Kittina TV, Med, Taksony, Mandragóra 927-es, Power XYT és Szagab nevében is. Szagabr. Hogy ajándékoztál nekik egyet cugit, tehát nagyon hálás vagyok érte. Igazán, nagyon szépen köszönöm neked. Köszönöm szépen. Hogy vagy mostanság? Mi a helyzet? Nézd, már 441 betölt dwarfom van. Mindent szépen átadogatunk. Mindent megtalálok majd előbb vagy utóbb. Ez pont nem így kellett volna, inkább így. Nem kellene ezekből? Várjál. Upgraded Dragon Cliff. Kellene hozzá még jó sok kavics, meg minden. Nem, akkor megmaradunk ennél. Így megyünk tovább. Kírével elindulunk a seregek begyűjtésére. Szerencsét felvesszük. És mehetünk is majd tovább Kírre. Ki jön, ő lesz majd az egyik egységhordónk. Kell neki a fa, az biztosan, meg a kentaurok is innen. Farba nyomott a cicát rendesen, olyan régen ajándékoztam, úgy vettem itt az ideje. Nagyon köszönöm. Hogy zajlik nálad az élet? Ez az originál HD Edition Heroes 3-ban. Ez az eredeti, annak egy HD modja, de nem HD kinézet, nem az, ami a Steamen van, ez a gogos, és arra van letöltve. Ez a HOMM 3 HD 5.5 R6 Launcher. Így hívják, ezt a gogos verzióra tudod rátölteni, és akkor utána játszható lesz az összes kiegészítő. Mármint, hogy az alap kiegészítő. Kétségeit támadtak, hogy külsős kiadó tud-e olyat. Nézd, én nem merek semmit sem mondani. Azért hányszor el lett már ez rontva? Azok után inkább legyen egy kellemes és pozitív meglepetés, hogy még valami jó sül ki belőle, mint hogy nagyon várjuk, és aztán kiderül, hogy nem lesz annyira jó, nem? Ezeket elvihetjük magunkkal. Ez mit tanít? A Death Ripple-t. Ubisoftnál csak jobbat fognak csinálni, mondjuk. Lehet. Teljesen elképzelhető, hogy jó lesz. Miért ne lenne jó? Ezt felvettem már? Nem, ezt még nem. És akkor ez a sereg elindul arra. Ez a sereg szedeget itt mindent, amit elér. Centaurok és haverjaik, megyünk tovább. Ez megy erre. Itt is mindenféle szaporlatot összeszedjük. Majd ne felejtsük el az északi seregeket begyűjteni és Kránci Tamás kezébe odaadni. Itt összeszed... Ó, a gem bánya nem volt felvéve. És itt a Resistance lehet megtanulni, ami már rajta van, ugye? Igen, neki expert szinten van a Magic Resistance-a. Jó. Manával hogy állunk? 51/100-on. Lehet, hogy az északi várba bevesszük majd magunkat. Kírre esetleg mit tudsz csinálni? Van-e itt valami one way exit? Aha, ez a szulfur bánya, ez szerintem veled jól jönne, hogyha fel lenne véve. Hajrá, Paul! Nagyon szívesen, ne kobolj. Az 5, ami talán... Persze, mert az 5-öt a 3 alapján igyekeztek megalkotni. Gondolom a 4 után sokan kivoltak a fanok akadva, és akkor az 5-öt úgy csinálták már meg, hogy kicsit közelebb álljon ahhoz, amit sokan megszerettek talán. Vesszük fel a unitokat mindenhonnan, ahol csak érjük. Úgy látom, hogy itt az északi bányák közül még ez a... Hát, ez a Crystal Cavern, ez pont kellene nekem. Merre menjünk az Andrával? Andra visszafele jön majd. Ez a sereg jön be ide. Itt egy Mage Guild level 2-t már is építhetünk. Elfogyott a Sulfur. Sulfurral kire fog foglalkozni most, hogy legyen egy bánya hozzá. És az itteni fabányát is összeszedi, ha már így alakult. Megnézhetnénk ezt az első szintű spell, de lehet, hogy felesleges. Előbb egy kőbánya jön. Megérkezik Lánci Tamás a hihetetlen nagy csapatával, hogy szembeszálljon a Káosz Hidrák seregével. Hát, hogy ez mennyire lesz problémás neki, azt még nem tudom, de leülni le tudunk ahhoz, hogy... Na, ezek például tök jól jönnek, ezek a dendroid katonák. Ezeket fel lehet erősíteni? Unicorn, Dragon Cliff, mindegyik kelleni fog majd, szépek a kristályszámok, meg ez az orszám is. En még a konnát, ne csináld! Na, most már a lányok is jól érzik magukat, örülök neki, hogyha nem vagytok annyira ki a
az előző befejezéstől. Júj! Csattant egy T.U. Ezt a mindenségét. Nem szabad futba tolni a kretént, ezt tudjátok, hogy hogy van. Sajnál ez egy nagyon sarkalatos pontja az internetnek is, meg hát úgy alapvetően az élet minden tekintetében. Pontos lehet, na azt mondja, hogy mi visszük a cuccokat Clancy felé. Thorgrim ide lent nem tudja felvenni az egységeket. Talán nem is kell neki annyira erőltetni ezt. Inkább át kéne adni mindent, ami... Ja, hogy itt még csak szimpla unikornok vannak, aha. Ó, nem baj, azért akit tudunk, azt átadunk, és akkor lesz egy helycsere velük. Spell duráció, 3 körrel megnő. Hát de így is 7-es. És hogyha leveszed a knowledge-et, akkor mennyire lenne ez jó vajon? Power skill 3-as. Az óceáni guidance, az király, hogyha többet tudnék lépni az óceánba. És akkor azért állunk itt bent, hogy a spellpontok ugye visszajöjjenek. Jó, oké, itt maradunk most már így estére. Hogy vagy, minden nap nyomod, itt alszom el, de megvalva nem lehet könnyű minden esetre. Köszönöm a kitartását, szinte mindenki nevében mondhatom, minden este alig várjuk, hogy induljon a stream. Nagyon rendes vagy tényleg. Köszönöm, hogy ezt mondod. Emiatt éri meg ideülni nekem, hogy tudom, hogy tényleg várjátok. Az nagyon király, hogy a család meglátogat októberben. 1,7 hétig ott lesznek kint Anglilaliban? Ez igen, peregni fog a kaja a tojásleves gazdagon? Az egységekkel kapcsolatban mi a kérdésed, Iván? Ezeket majd bevisszük, felerősítjük, csak az van, hogy itt még az upgraded unicorn az még kimarad. Holnapra remélhetőleg összejön. Resource, Shiro plusz egy kristályt adna minden egyes napon. Benn maradnak? Ezek? Jó, hogy mondod. Holnap fogunk vele kivándorolni. Ja, ezt még nem tudod átadni. Ez az. Tehát akkor holnap indulunk majd el. Elveszük ezt a bányát még, és mivel itt már mindenünk megvan, itt van az élő holdsereg, ezeket bevisszük és ezeket felerősítjük. Kivegyek innen? Hát lehet, hogy ki kéne amúgy venni. Itt is lehetne egy Dragon Volt. Iganyból kellene jó sok hozzá, inkább megveszem. Még nem tudom, hogy mit csinál ez a sereg, de legalább most már itt van. Ez biztos, hogy elindul délnek. Meg kéne nézni, hogy ez hová vezet, mert ebben eddig nem jeleskedtünk annyira. Na, kire megy a bányák után? Szépen veszegeti fel az összeset. Ezen a helyen van nekünk 5-ös? Air Elemental Summoning, Berserk, Resurrection. Ezek mind megvannak már. Clancy Tamásnak nem hiszem, hogy megvannak. Na tehát, Clancy Tamás tesz egy lépést a Káosz Hidrák irányába, hogy ne állja el az utat, Thorgrim bemegy, szerintem az unikornist, azt meg kell szerezni, bár a sárkányok se lettek volna most szarok jelenleg. Jó, ezeket felerősítjük már is, ezeket átadjuk majd. Nem mindegy, hogyha 11-el több háborús unikornis van a kezedben, nem? Persze, hogy nem. Jó. Te akár bent is ülhetsz egy picit. Ez a negyedik nap, most hozza a sereget. Azt hiszem mindenki lett véve, minden fel van erősítve. A Dragon Cliff-et holnap meg kéne így csinálni. És ezek is jönnek szépen át. Így van, te most mehetsz visszafele. Clancy Tamás rámegy a Káosz Hidra pakra. Persze, hogy megveri, kell neki az XP. Kicsit le is slowolja őket. Abzsi Dőzsi, többnyire én főzök majd, sajtos pogácsa mester lettem. Elsütnöm vagy 200 darabot? Azt a mindenit. 200 darab. Sajtos pogácsával már nem lehet szórakozni. Azért az igen komoly mennyiség. Hallod, és azt mennyi idő lesz megsütnöd? Hát nagyon soknak hangzik. Szerencsés lövések gyönyörűen mentek bele. 9 Káosz Hidrát intéztek el, ugye? Igen. Az igen kemény, hogy 2200 volt a sebzése ennek a szuper csapatnak. Hiába jönnek fölfele. Szerintem a következő lövések már jó eséllyel. Ah, persze. Hát így meg aztán meg a szerencse, meg minden bőven elviszik. 4750 XP jött ebből. Kár, hogy nem volt szintlépés. A Time Portal Spell! Na erre nem gondoltam volna.
És tényleg igazatok volt, a múltkor valaki mondta, hogy azt itt meg lehet szerezni. Hát valóban meg lehet szerezni azt a mindenségét. Nem hittem volna, hogy ilyen van. Akkor ezek szerint nem fogjuk megkapni a Mage Guildekből, valószínűleg ki lesznek zárva. Nem tudom, hogy felvettem ez itteni seregeket. Nincs semmink, úgyhogy mehetünk tovább. Vagy lehet, hogy ráhúzhatnék egy szintet a Dragoncliffre, nem? 20.000 gold kell hozzá. A saplingek még jöhetnek attól. Siege-re már nem kell számolni, nincs ellenség a mapon. Kiírtottuk az előző részben szerencsésen. 5 órányi küzdelem után. Össze-vissza mászkáltak. Jó, megvannak a centaurok, minden össze van szedve Kirre, merre megy. Megszerzi a fát, és utána körbenéz a déli fronton. Hát, ha talál még itt valamit, amit érdemes megszereznie. Esetleg seregeket verbuválhat. Az se egy rossz ötlet. Te menjél nyugodtan visszafele. 10 óra? Max, ha előkészítem? De várjál, ez ilyen bolti dolog? Vagy hogyan kell előkészítened? Arra még rámehetnénk. Minden a helyén van. Minden, igen. Minden egység kivéve. 30 darab Skeleton Warrior. Hol vannak a skeletonjaim? Hol vannak a Skeleton Warriorok? Nem vagyok hülye. Ez 30 darab. Hát úgy, hogy ekkora sereg van mellette, csak 30. 300-nak kellene lennie, nem? Furi, furi. Ezt a részt majd még felfedezzük. Klánci Tamás rámegy a Naga Queen-ekre, megszerzi a jelszót, amire szüksége van. 18-as szinten áll jelenleg. Mekkorát üt ez? 9-et leverhetnél? Ez 990 HP. Végtére is rámehetnék. Mozgása 7-es. 1, 2, 3, szétveri a pofámat. Szerintem ez így működőképes lenne. Így van, arra nem megyünk rá. Nem, nem, lövöldözzük. Így gyönyörűen. 2090 XP és még mindig nem jön a szintlépés. Ide be kell állnunk, megszereztük a jelszót, ezeket is megverjük. Oj, kis pénisz, moderátor. Jajajaj. Ojajaj. Szerintem most nagyon félreértesz valamit. Nagyon sajnálom, hogyha megint meg kell, hogy szabaduljunk tőled. Szerintem, hogyha ez pont egy olyan befogadó és tök jó fej közösség, ahova, hogyha rendesen bejössz, beköszönsz és kommunikálsz, akkor totál mindenki normális lesz veled. Hogyha csicskán jössz, akkor megcsicskítva leszel. Tehát, hogy ezeket a dolgokat balanszolnod kell valahogy, és hogyha ez meg lesz, akkor szerintem örömmel várunk itt. Mehet az akunt generálás, igen. Ennyit lép ez? Hetet? Nem, nem lép. 700 XP, még mindig nincs szintlépés. Nem fogunk most építkezni sem. Majd a végén még körbe kell menni ugye a városokban, azt nem szabad elfelejteni. Ez a Magic Mirror, hogy csak 20%. Tehát, hogy 5 varázslatból egyet ver vissza egy enemiről, ez... hát... ez... azt sem tudom, hogy hogy működik. Tehát például, hogyha valaki rányomja a blindot az íjászaimra, akkor 20% eséllyel valamire visszaveri, de mire? Saját íjászára, vagy egy teljesen random egységére? Az upgrade-i Dragoncliff az viszont jót tenne szerintem. Hogy csináljunk inkább szimpla sárkányokat a másik várakban? Igen, van egy kis szabályzat ott alul. Nem nagy, de érdemes elolvasni, a Unicorn Glade-et meg kell csinálni. Kell hozzá egy kevés kristály majd. Mage Guild level 3 sem ártana. Ilyenkor várat, hogy kezdődjön a suli. Ugyan már? Várjál, mindjárt megoldom, nem kell aggódni. Modjaink szerintem már alszanak. Na, Dendroid Saplingek. Azok jöhetnek mindig, egy kicsivel lehetnek többen is. Szia Azor, jó estét, hogy vagy, Mizu? Ki lehetne venni ide még a unitokat esetleg? Az is valamire. Ah, sárkány? Ja, de az elvenni a resource-okat, az értékes resource. És akkor ezzel a sereggel mit csináljak? Vigyem át a izéhez. 43.000 volt kivenni minden egységet? Nem semmi. Gem felvetni ezeket. Ez melyik várban áll? Itt áll bent?
Andra merre vagy? Mutasd, visszakövetjük. Andra az, aki szedi a seregeket, be is teszi szerintem akkor. Minden oké, na hál' Istennek, maradjon is úgy. Andra már jön ide, a hetedik napon fog akkor majd innen egységeket felvenni. Klánci Tamás megindul a föld alá, arra a helyre, ahol még eddig nem jártunk. Már megy az üst beszerzés, a higany és minden. Az XP szerzés ugye, ami rendkívül fontos most nekünk. Nem akarunk annyira rájuk menni, de kicsit előrébb toljuk ezt a 44 drabunikorn, és kíváncsi vagyok, hogy lesz-e durvítás odabent a föld alatt esetleg. Vagy nem, a sárkány utópiában. Tehát számítanunk kell-e arra, hogy ott valami igen komoly dolog jön velünk szembe. Ezt szerintem elveri. Mint a szar. Ez meg aztán pláne nagyon erősek. Ennyi, Iván, hát hogy beszélsz? Nem szégyelled magad? Advanced Air Magic vagy Archery? Az Air Magic az lehet, hogy jobban jön most, de mind a kettő nagyon fontos lenne neki. És hogyha Advanced-be átnyomom, akkor a következő körre már valószínűleg, tehát az utolsó szintjével meg lesz belőle az Expert, ugye? Igen, mert már csak kettőt szerezhet, tehát akkor mindenképp ezeket kell felfejleszteni. Melyiket csináljuk meg? Az Air Spell, a Haste mindenkire, vagy az Archery, hogy kicsit durvább legyen a damage? Én azt mondanám, hogy a damage-ink most az egységek jóvoltából így is eléggé magas. Egy szép resource-okat lehet megszerezni ezen a részén a térképnek. Skeletonok, XP mennyiség, kire, Melódia, ezt már felvette ugye? Itt neki már nincs semmi elérhető, ő is beáll a következő hétre várni a unitokat majd. Ide bejövünk, megtanuljuk akkor ezt a Magic Sacrifice-t. Itt már más nincs is, csak a sárkány volt. Átadhatjuk az egységeket esetleg. Ezek az erősebb Dreadknight-ok, igen. Ezeket fel kell tápolnunk valahogy. Upgrade Estate, nagyon drága épület. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire drága. Ez a 32 vámpír pedig nem szaralgudít amúgy. Nem baj, lemegyünk ebbe a várba. Itt megvan már az Upgraded Estate? Aj, itt sincs megcsinálva az. Viszont rámehetnénk talán a kriptára? Meg kéne nézni? Gondolom, hogy aki már itt járt, az már benézte, nem? Tehát... Aj, igen. Igen, tehát ez meg volt csinálva. Itt még XP volna, egy kevés, de nekem nem kell. Akkor mehetünk fölfele is. Ne felejtsük el az itteni. Ah, itt vannak bent még. Na, Iván is csinált egy akuntot, úgy látom. Üdvít nálunk ma este még egyszer. Sajnálom, hogyha nem sikerült fogni azt, amit az előbb mondtam, de majd a moderátorok rá fognak vezetni. Ne aggódj. A Sanctumban 5000 a goldom? Hát nagyon kevés az. Akkor most lehet, hogy két napig nyugizni kellene, hogy minél többet szedhessünk ki pénzből a következő héten a Treasury segítségével. Ezeket ő nem lett felvéve, itt pedig van még egy Tomb of Souls. Nem kell egyik sem. Ez a hetedik nap mindenki pozícióban, senki nem megy, csak Klánci Tamás, Lots of Beholder védi. Lots of Beholders. Csináljunk egy olyat, hogy... tehát hogy még nincs itt a Mass Haste, pedig az kellene. Lehet, hogy Klánci Tamás kizárólagosan a izével tudja összeszedni ezt majd. Hogy jön a sebessége? A középsőnek egészen nagy, akkor hészteljünk egyet erre rá. Egyet fog lőni szerintem. Ha csak nem jön be a szerencsefaktor. Úristen! Kettő Kentaur kapitány elesett a találkozó során. 572 XP, megy a gem, mennek a medúzák is, sajna muszáj őket elverdesni. Ezt szerintem megcsinálnám úgy őket. Igen, ez megvan. 24-et meg kilőjük talán. Így van. 1290 XP és megyünk tovább, meg sem áll. Érdekes, hogy ezt most nem érem. Ja, mert a medúza két távolságból. Vagy kettő egységet. Egység helyét foglalt el. Mi ennél? Ez is az én kreativitásom szüleménye? Hát... De szükség volt-e rá, Iván? Hatot jöhetnek. Igazából nem, azt nem szoroz, egyet kilősz.
tök mindegy melyiket, úgyse ér utol soha. Így is van, 1500 XP, egy újabb kristálybánya. A Black Marketre ránéznék, hogy ez micsoda. És kíváncsi leszek, hogy ez hová vezet majd kifele minket. Jó, ez megvan. Jam, ugye azt beszéltük, hogy elindul fölfele. Megnézi, hogy ez hol van. Ez lenne a sárkány utópia helyszíne? Szerintem igen. Ő nem lép, ő megy felfedezni. Logisztika, hogy többet léphessen. Ez a lenti váram. Ez elvihetné az itteni egységeket, nem mondom. Aha, még azért itt lennének dolgok, amiket nem tudnánk kivenni. Ez itt bennmarad most egy picit. Kire ezekkel a Super Kentauroidokkal, nem tudom mit akar kezdeni. Lehet, hogy el fogja őket hajítani majd. Jó, helyszínen van, mindenki a helyén áll. Szerintem építkezés lehetne. Mage Guild level 3. Vagy nézzünk valami mást, hát ha van level 3 van két helyen is. Csináljuk meg akkor két helyen, hát hogyha onnan még valami eddig nem ismert spellek jöhetnének be. Tele vagyunk kavicssal, meg mindennel, úgyhogy a szulfurba fogunk egy kicsit átforgatni. Mondjuk lehet, hogy nem 13 kelet van, de most már így van. Még jó, hogy tudunk gembe is átállni itt egy kicsit. 12-13, ez is megvan, itt építkeztünk, menjünk egy picit lentebb. Ide is jön egy Mage Guild level 3. Amúgy csinálhattam volna Dragon Cliff-et, ugye? Ha megvan hozzá minden, akkor jönnek a sárkányok is majd szépen. Spellbook, nézzünk bele. Misfortune, Teleport, Frostwing, ezek szerintem mind megvannak nekem. Ez a helyén áll, jó, akkor mehetünk a kövi napra. 47 000, a hárpia megjelenik a mapon. Megyünk tovább, azt mondja, itt lehetne vásárolni különböző itemeket, 2 extra spellpont recovery naponta. Defense skill. Minden egység HP-ja 2-vel nő. Na, az a 2 HP az nagyon sokkal jobb, mint a Ring of Life. Defense, az 4-jel nőne. Ennyibe kerülne ez nekem? Ez 10 000-es, a Gnoll King pajzsa. 25 000? Na jó, de hogyha belegondolsz, minden egyes egységed. Hogy van? Össz HP-ja plusz 1-en megnövekedik. Azért az rengeteg sok. Imagine kivenni? Nem értem, miről beszélsz. Micsodát? Megvegyük? Megveszem. És akkor így már ez. Hogyha mellé teszed, akkor mi... Várjál. Ja, hogy ez ide megy be, az nagyon nem mindegy. Aha, mert akkor így a plusz 1, meg a plusz 2 is ott lehet. És a Kentaur kapitány így már olyan, mint hogyha egy harmaddal többen lenne. 10 helyett 13 HP-ja van. A csizmát kötelező megvenni? Hát jöjjön. Így akkor többet léphetünk majd. Júj! Miért nem lehet beírni egy cheat kódot? Segíteni akartam. Szabályzatot olvassam, de miért nem segítettek a streamernek? Hát de... de miért akarnánk cheat kódot beírni? Ne harri már... Ja, ezt már nem is hallja mi. Nem akarok cheatelni, ne harri, hát ez... Nem is értem, miért akarnék. Ezeket is megverjük. Sokkal többet fogunk menni. Ennyivel jobb az a... Tárgy meglőtte az íjászaimat. 2 belehalt. Ja, mert ők voltak a fő emberek, mi? Megvan a bánya, ott van még a manapont, ott lesznek, még egy aranybánya is van, nagyon király. Forgetfulness az már megvan, ez a sereg. És találkozott a hárpiákkal. Na, autóba is mehet, tök mindegy, hogy mit nyomsz. Így. Gem már ugye nem szerezhet XP-t ebben a szenárióban. Az aranybánya, a gembánya viszont itt nagyon jó. Itt nagyon frankó bányák vannak végig letéve. Jönnek a unitok, amiket eddig is csináltunk. Tudod mit? Azt még azért felvenném. Itt is jön minden kifele. Megyünk közben a többi irányba is. Itt lent nem volt semmi nekünk. Ide megyünk át. Volt egy-kettő egységem még szétszórva, ugye? Ide is volt betéve egy... Én se írhatok le cheat kódokat, látszik, hogy nem tud játszani a srác, szörnyű nézni. Ne nézd! Semmiképpen ne nézd, Jézusom!
az nagyon nagy csicska dolog, hogyha olyasmit nézel, amit nem akarsz, hát ez milyen hülyeség, hát ki csinálna ilyet magával? Jaj. Na, megyünk tovább. Glade Route. 4800 gold, megyünk. Felveszik a unitokat, nem ezek a fő dolgaink, hanem leginkább a Kánci Tamás megmozdulása. 80 mana pont, a rokkokra rámegyünk, mindjárt kifullozzuk szerintem. Ez 13, ezt biztos, hogy megveri. Viszont a másik utána jönni fog, akkor csináljunk egy slowt. És akkor így már nem akarnak annyira jönni. Jó. Ez megvan, aranybánya megvan, mana fel van véve. Harmadik szintű varázslat, a teleport képesség. És itt még van egyébként egy légiós torzó is, ez is jól jön. Ez mehet. Ez még nem volt szerintem meg. Kentaurok megérkeznek, beállunk oda. Gem, felveszi a gemet. Secondary skillt lehetne tanulni. Hát azt most nem fogunk szerintem tanulni vele. Ez nem az a... nem az a karakter, akit elrontanánk egy random skill-lel véletlenül. Durva, hogy 2021-ben vannak még ilyen élettelenek. De kit érdekelnek? Engem nem hat meg túlzottan. Hát hogyha most valaki gyöksi akar lenni, ha legyen... én őszintén leszarom. Nincs kihatással a végigjátszásra. Mert a Mage Guild level 4, és ezt mind a kettő városban... várjál? Klónozás és Berserk. Jó, a másik városban mi lesz? Meteor Shower és Inferno. Huge Blast of Fire. Ne legyél közelében, amikor ez berobban. Oké. Ezeket a spelleket mind meg kell szereznünk majd a főembereinkkel. Vagy lehet, hogy kire ilyen sokat képes lépni, pedig nincs rajta semmi. Expert logisztikája van. Aha, meg a, az a specialitása is. Így már érthető. Azzal nagyon szépen köszönöm, hogy nekem adtad a Prime-odat. Nagyon rendes vagy, igazán hálás vagyok érte. Köszi, köszi! Az Inferno tetszett annó, az egy király spell volt. Megyünk fölfele. Melódia is nyomatja. Minden egység, ami felvehető, most már szerintem ki is lesz szedve, innen egy és más. Az ötös szintű varázslatokat még meg kell szereznünk, és utána az lesz a befejezése a missziónak, ugye? Hogy... hát ezt nem tudom, ezt hogy gondolták, de megyünk. Az lesz a misszió kétszerlő? Az igen. Az igen. Még egy HP-e megmaradt? Hogy a körbe megyünk mindennel, és utána még a... kiszabadítjuk azt a Jánost a helyéről. Mennyi spónoltam úgy ezekből? Nem vészes mennyiség. Emlékszem, mikor magyaráztuk neki, hogy Boki, te hülye, de látom az ott a fejlődött. Mi? Itt magyaráztatok neki? Hetet sebzünk le. Oké. Kíváncsi voltam. Hát ez most nem egy komoly gameplay már. A komolyan már túl vagyunk az előző részben. Most XP-zzük, ugye fejlesztjük a következő küldetésre a karaktereinket. Itt leginkább ez látható most. Eljátszottam a trollokat, több mint fele meggondolta magát, elég sok kiret mondom, amielőtt megtért volna, az a csatorna is halott. Igen? Megöltél egy csatornát? Lifi? Elég casual betoljuk, ugye? Hát itt most semmit nem kell csinálnunk. Csak felvenni a cuccokat, azt viszlát. És itt jössz ki? Aha, szuper kutyáknál. Jó. Előbb fog jönni, mint az íjászom, úgyhogy adjunk egy hésztet oda inkább. Jó, 1150, figyelj már, Klánci Tamás. Ezzel végzett is, akkor most rámehet ezekre, akik itt maradtak még fent. Gem. Pontosan itt jön ki az északi részén a térképnek. Erre gondolta volna, hogy ide vezetnek majd át. Nem kell őket megölni, hát nem adnak semmit. Esetleg itt még ki lehetne venni néhány egységet. 24 ezerbe kerül. Jó drága, nem mondom. Megint itt vagyunk ezen a részen. Körbeértünk szerintem Gemmel is. Neki még lesz egy kisebb vándorlása.
kripta és mi egyebek, ezeket is felvesszük ide lentre. Még nem fókuszáltunk annyira, ez szerintem Gemnek lesz akkora az iránya. Ezt még fel kéne venni ott mellette. Hát a következő nap. Most már jöhet egy Mage Guild Level 5. Nézzük csak. Ez egy Water Elemental. Ez komoly lesz, hogyha tudunk elementálokat summonálni. Nem mint hogyha szükségünk lenne rá, de... örüljünk annak, hogy lehetőség adva lesz majd. Mások pletykája ölte meg, türelmes voltam agresszív ideges emberekkel. Nem tudom, hogy miért kell idegesnek meg agresszívnak lenni. Egy ilyen frankó estén péntek este van. Akadt egy fuvarolt? Kitartást hozzá. Kellett volna a cheat code, igen, hogy pro legyek. Én is így érzem. Jó pihit neked. Ez 30x40 HP. Éppen megölhetném. Gyönyörűen 2360. Itt van a Gnoll Flail. A Gnoll Flail az egyébként az jobb, mint ami nálunk van. 4 atak. Jó, és akkor 14-14 stattal megyünk. Elverjük ezeket is. Előbb jön az én íjászom, mint ő. 1470, még mindig nem jön a szintlépés. Még a medúza sztórokra is ránézünk, akkor itt már van egy Pathfinding. Aha, és az neki expert szint. Az unicorn is csak a specialitása. Ez hogy, hogyan adódik össze? 14 meg 14 rámegy az attack skillre és a defense skillre? Tehát ez 29, 28, és ez a 29, 32 lett a passzívja, meg a 31 a defense, 28 helyett. Tehát 3-3-at ad rá. Specialitás. Azt mondja, hogy megyek, de köszi. Igaz, ez az igazi meló. Hát, örülj neki, amíg van, tudod. Jó. Ez is megvan, még sincs este. Death Ripple megvan nekünk, a föld alatt átmásztunk, megyünk a bal lenti irányba. Hát esetleg a várakból, ha még valamit nem vettünk ki, azokat még kiveszegethetjük, de úgy látom, hogy... Várjál, van itt még hagyva egységem? Ez háborús unikorn is, igen. Ez elindulhat errefele. Ez meg elindulhat odafele. Itt vagyunk bent a fővárosban. Mindent megerősítünk, amit most szedtünk össze a héten. Hát 5 nap alatt azért körbeérnek az embereink. Külső cuccokat felszedik. Belső egységeket kiszedik. És szerintem lefele fogunk menni. Szerintem valamerre erre lesz a továbbjutás. Ez a One Way Entrance, ez szerintem... Láttunk egy ilyen sárgát valahol, nem? Lehet, hogy ez vissza földön áll. Lehet, hogy ezt kell használnunk, hogy... metál arcok lehessünk. Te gyere ide. Már is odaadjuk az egységeket. Klánci Tamás erejét növeljük vele tovább. Azért 611 centaur kapitány, megőrülés. Melódia mehet vissza. Ő errefele jön. Klánci Tamás lefele megy. A Medusa Stores az volt már? Nem, még nem volt. Kár, hogy csak állnak ott mindig, kicsodák. $2000 5 szulfúr jött belőle. És akkor most ezzel megvagyunk, mehetünk lefele. Sarumun, köszönöm a 7. havi feliratkozást. Nagyon-nagyon kedves tőled. Köszönöm szépen a támogatásodat. Nagy forma vagy. Köszönöm, hogy vagy, mi a helyzet? Mesélj. Miért visszafele megyünk? Elállja az utat, ez a házat elállja. Ezek most átadják majd a unitokat. Amúgy is errefele megyünk. Egyébként a hárpiákat ki is végezhetnék, de nem kell majd. Jó, kire bemegy ide. Itt is van bent egy unitunk.
Felejtsük el a nyersanyagokból, még hogyha valahol nincs meg a Mage Guild level 5, akkor ezt megcsinálnám. Azt hiszem, hogy volt egy nekróváram, ahol ez még nem volt kifullozva, ugye? Talán ez. Nem, ez is megvan, ez az Air Elemental. Itt, aha, ide kell egy kicsit rá fókuszálnunk, ez 2 darab gem, ami hozzá kell. Tök mindegy, hogy mennyit váltok, mire igazság szerint, akkor is megvan mindenhez minden is. Lesz-e itt Town Portál? Nincs. Counter-Strike az van. Ez azt jelenti, hogy kétszer versz vissza. Szevasz Luden Reborn, de régóta nem láttunk már, hogy vagy Mizu? Lemaradtál a Hollow Knight végigjátszásról, pedig mekkora király volt az. Mindent átnéztem, minden megvan. Kire igazából itt is maradhat, nem hoztam szorosz, hogy most ki merre megy. Megérkezünk ide. A 6. napon vagyunk, és átadjuk a unitokat oda. 2 sárkány, de ne tápoljuk meg. Kicsit komolyabb szintű sárkányokká. Szerintem megtehetném. Aha. Gyere be akkor, na. Ahhoz kellene nekem még valami. Mi is kell ahhoz? Arany. Sok arany. Az jó, hogy van nálam. ...9600-ba kerül 6 darab sárkánynak a felerősítése. Ezért 253 HP-val rendelkeznek, 16-os speeddel, rendkívüli nagy atackkal, és ugye immunis egy csomó mindenre is. Jó, akkor vele lefele megyünk. Csatlakozni akarnak? Nem, megverem. Halál! Azt hittem, hogy ma szívromot kapok, végeám alatt a tartó brekit. Eltört vele együtt, majdnem kitört a VGA PCI Sheen-ből. De miért mekkora az? Milyen súlya van annak? Meg hogy sikerült eltörni? Na meg is van az Expert Air Magic. Jó, megvagyunk a szintezésekkel. Támportállal végig tudjuk ugrálni az összes várost. Klánci Tamás ezt meg tudja csinálni. Akkor úgy kellene mennünk, hogy Jam már a közelében van annak, hogy lent legyen. Jamnek kellene végigmenni a városokon, ugye? Ja, valószínűleg Jammel erre felé kellene mennem akkor inkább. Milyen jó, hogy innen átugrottam lefelé, nem? Igazából mindegy, hogy melyik irányból kezdjük el felfedezni a level 5-osokat, úgyhogy menjünk akkor erre körbe. 7 cigit elszívtam, nagyon jó volt, most nem szaggatsz? Miért szaggatnék? Szokott nád internet probléma lenni esetleg? Jó vagyok, köszönöm kérdésed. Családom most nyaral, úgyhogy nekem kell a nagyszülőket gondoznom, úgyhogy ma nagy főzésekben voltam, hogy legyen kajájuk a hétvégére. Tegnap bevásároltam nekik, közben ugye saját magamra is csinálom itt a dolgokat, hogy főzés, mosás, takarítás, mondjuk holnapra nem lesz kajám, úgyhogy majd ki kell találjak valamit. Lehet, hogy csinálok valamit az airfryerben, valami gyorsat. Mi csinálunk? Megyünk lefele délnek. Jó. Aki itt van, az pedig már is helyezkedhet. A következő hetekre. Thorgrim is ide feljöhet. Na, csak nád volt baj. 5 perc után szaggatás, 6 reklám, vége szaggatás, reklám. Ilyenek mennek? Azt a büdös mindeni. 9-ig után 4K-ban is látná? Tarsz tudja azzal. Jó, Kirivel nem kell, hogy menjek sehova, mehetünk. Kriptát szerintem megnéztük. Extra movement. Lefele megyünk, ide. Na, tehát akkor most megvan az első város. Ez az egyes, így van. És hogyha körbe mennénk, Jamnek megvan a középső vár, utána hogyan fog lejönni az alsóhoz majd? De így megoldjuk valahogy. Jammet körbevinni nehezebb lesz, mint a többieket. Melódia is beállhat esetleg ide. 7. napon vagyunk, 23.000 gold zsebben. Ez a helyén van, az a helyén van. Ő meg tök mindegy, mit csinál. Még ráadásul itt volna egy másik egységünk is.
Teljesen mindegy, figyelj, ezeket az undeadeket nem annyira fogjuk erőltetni. Bár Jamnél azért van egy tekintélyes sereg. Lehet, hogy nem lesz elég egyébként az erőnk a sárkány utópiára. Arra azért kíváncsi leszek, hogy mire számíthatunk. A mongúz hete jön. Na nézzünk körül itt is. Lánci Tamás. Most már level 20-on van, nem kell neki elvernie senkit sem. Itt megvan már a Mage Guild. Volt még egy Mage Guild, ami nem lett felfejlesztve. Ez idáig tartott, most már akkor ez is megvan, nézzük. Megérkezik az Implosion. Na ez! Ez király lesz. És ez melyik vár? A jobb felső várban van az Implosion. Na az! Az jó lesz. Azt egyébként vihetnénk a sárkányok ellen is. De most nem fogunk ezzel szarakodni. Az Explosion az a kifelé történő robbanás, az Implosion az pedig, hogyha valami befele omlik összerobbanásszerűen. Érdekes lehet, nem? Szia Csontra volt, ahogy vagy Mizu? Támportál? Nem volt olyan spell itt, Fire Shield és Counter Strike van csak. Nem, csak a izét, a scrollt kaptuk meg. Sajna más nem. Majd peregjen. Hát majd ez akkor fog peregni. Azt fogjuk csinálni, hogy... ezek jönnek, megyünk át oda. Hogy végig megy Klánci Tamás a városokon. Majd az egyik adott városban találkozik a... Majd ha befejezte. Jemmel, majd Jem is végigmegy a városokon, mindegyiket megnézi, ami még esetleg kimaradt az Undead Town közül. És hogyha ez is megvan, akkor utána már mehet be a relikvia, és ezzel befejezzük majd a küldetést. Ja, felvesszük a spellt innen. Akár ő is legyen idebent. Ezek jöhetnek. Magic Spring. Nem is tudtam, hogy van ilyenünk. Imp Cash, ezt már biztos kiszedték. Jem megy tovább. Vesszük fel a unitokat innen is, onnan is. Thorgrim innen veszi fel. Jem már érkezik, ugye. Kiveltjük az egységeket, de tulajdonképpen már nem annyira izgat bennünket. Bár lehet, hogy még a végére szükség lesz rá. Hát ezek ilyen befejező simítások itt még az epizódban. És a harmadik napra nagyjából majdnem minden külsőből megvannak a unitok, majdnem mindent fel is vettünk. Kedvelem ennek a várnak a zenéjét, tök menő. Transformer nem kell, estét az nem lesz most. Oké, megvagyunk, megyünk tovább. Az Imkes az megvan? Nem, már kiszedték. A 6 darab higany megvan. A graveyard, ott jöttek a zombik, és most fogunk felmenni ide? Hát azt a fát én már ott hagyom, köszönöm. És ez berakott minket középre. De akkor honnan indul a befejezés? Ne csináld, és ez one way exit. Barátom. A föld alól indul? Nézzünk le a föld alá. Ez a gate, ez hol van? Ezek közül ez lenne az. Szia Slappa, hogy vagy Mizu? Nézzük csak, menjünk át ott lent. Aha, igen, igen, tehát ez a lenti az. Aranybánya megvan, Enlightenment az jó lesz, itt van extra mana, és hogyha erre mennék, akkor merre mennék? Az áldás nyaklánca, jó, ez már a befejezés fele megy akkor. Thorgrim kijön egy picit. Jem beáll, hogy megszerezze az összes varázslatot, és megy is tovább abban a pillanatban. Lánci Tamás lefele kell akkor, hogy jöjjön. De akkor ezt úgy csinálja, hogy lemegy egy támportállal szerintem. Mi ennek a városnak a neve itt? Sanctum Necropolis. Ígyni. A többiek még lépegethetnek akár egy kicsit, de...
nem annyira égbe kiáltóan fontos. Hát ez meg itt marad. Igazából ezt a nagyseregünk bővítésére lehetne össze rakni egy kézbe. Ja, de ott megvan egy Magic Well, ott felszedjük a manát és megyünk akkor a végkifejletre, ugye? Nem néztél be a varázslóhegybe, ezért nem tanultad meg a varázslatokat. Melyik a varázslóhegy? Vagy mi? Vagy arra gondolsz, hogy... Dehogy nem. Ez nem hegy, hanem ez a Mage Guild, ez a C. És hogyha most a Summon Water Elemental nincs bent, pedig benne kell, hogy legyen. De, látod, megvan. Itt van. Megvan a szerencsénk, már mehetünk is tovább. Alvó sárkányok őrzik. Csak a várba kell belépned, igen, 1-es, 3-as, minden spellre immun is. Első és 3-as szintek, az implosion az jól jött volna. Mekkorát lépnek ők? 16-os, 12-es. Átszedik a térképet. Hát, hogy haste-tel kellene mennem akkor. Hát, hogy rezurektálni kell majd. Nyomjunk egy haste-et mindenkire most, hogy már Lánci Tamásnál is elérhetőek ezek. Ők gyengébbek, úgyhogy nem kockáztatjuk meg a csapást. A fekete sárkány előbb fog jönni, úgyhogy rá kell mérnünk egy nagyot. És ez még nem a sárkány utópia. Hát a fekete sárkány megveri ezt. Rá. 300 HP, 2 elesik, de lehet, hogy 4 is elfog. Ez erős lesz. 2 esett csak el. Felmész az ijászokra, te majom, és mennyit ettél meg? 16-ot beleférhet. Így legalább ezt meg tudom csinálni. Jó, erre rámérünk egyet, nézzük. 8 kiesett, 2-szer ütötték meg. 16, ezek közül 27-et kell rezurektálni. Szép lövések peregnek. Nehogy vissza is. Jó, oké. Nem csinálunk semmit, csak rezurektálunk egyet. Hányat pontosan? Mondjuk a hányat hagyjuk? Ez 30 darab Kentaur kapitány, vagy 16 darab Grandalf? Én a 16 darab Grandalfre szavaznék inkább. Legyenek feltámasztva. Bár igazság szerint mindegyiket visszatámaszthatom. Hogyha mindenki védekezik, megnézzük, hogy mennyit sebeznek. Ja nem, mert vissza fogok ütni, ugye? Ja, a visszaütés miatt ez már csak így lehet. Megszereztük az áldás nyakláncát. Minden primary skillre ad 3 pontot. Ez nagyon erős. Ez tök jó cucc. Death Ripple-t úgysem fognak használni. Enlightenment. Azt mondja, hogy sokat tudsz itt tanulni. Az azt jelenti, hogy megnyomta... Aha, igen. Az attackot és a defense-t 2-vel. Igazi élménytárház. Szavasz, Creative Woman. Gyanús felhasználó. Iszonyat verseket ír itt a háttérben. Jam. Megy tovább. Majd neki is le kell oda mennie szerintem a cuccokat felvenni. Megyünk tovább lefelé. Melódia bejön, megtápolja a unitokat. Hát igazából kivehetjük az egységeket. Fogunk itt építeni Dragoncliff-et? Miért ne építenék? Egy jó sárkány is sárkány amúgy. És ezzel meg megyünk a másik irányba akkor majd. Negyedik napon vagyunk, most szépen haladunk. Itt meg kéne nézni, hogy ez hová megy a föld felszínre. Ja, hogy innen jöhettünk volna lentre? Ez egy landmine-t akar nekünk tanítani, jó. Most már tudjuk, hogy a föld alól átmehetünk itt könnyedén. Nagyon szövevényes volt egyébként az egész térkép. Szerintem tökre nehéz volt átlátni, hogy melyik portál merre felé vezet át.
Szerintem ezzel meg is vagyunk, megyünk Lánci Tamással tovább. Ez a 2 plusz pont, ez marhára jó. Sárkány utópiát elverjük szerintetek? A landmine az megvan. Szerintem rá kéne menni. Csak nem lehet baj, nem? Azért egy mentést ide teszek, nehogy meghalljunk már. Ez a 16-os számú. Összekövetést. Ott állsz a sárkány utópia előtt. De oda emberek nem léphetnek be. Az tiltott hely. Meg akarod-e szegni ezt a szabályt és kihívni a sárkányokat egy harcra? Persze. Hattal rámehetnék valamire, ami kevesebb, mondjuk erre. Egyel esett. Az megvan, ijászaink is kapják, de nem sebeznek amúgy erre sokat. Ez előbb jön, úgyhogy ez kapja. Jó, mehet egy resurrection. Nem hiszem, hogy túl sok Grendelfet elvesztettem volna. Unikornisok, maxon 4 darab elf esett el, 4000 XP megjön, és itt vannak a titánnak a kuírása, ez igen, power skill plusz 10-es, de a knowledge nem egy kettővel, elég erős, 40000 arany, infinite gem, az összes spell a fire magicből. Attack és defense. Szép cuccokat szereztünk ebből. Ez ide nem kell. A gem production az mehetne mondjuk ennek a helyén. Jaj. Ez kézre kell, hogy menjen. Akkor inkább hagyjuk. Attack and defense. 23, 10, 16. Hát hogyha levennénk, ez melyik volt? Ez volt az. Igen, igen, igen. Ez pont oda megy armorba. Power skill helyére pedig az attack és a defense 4-jel nő. Power skill plusz 10, az nagyon sok. 14. 20-ra állunk át. Az a baj, hogy az attack és a defense az nekem hiányozni fog, nem? Vagy már nem számít. Tök mindegy, hogy mivel megyünk. Itt vagyunk a hős kiszabadításánál. És Kránci Tamásnak ugye körbe kell menni. Itt lesz bent a prisonben egy hős, akit ki kell onnan szednünk, és be kell vinnünk őt egy várba. Hogy ez itt most hol mászkál, az mindegy. Húzzunk le mindenkit a térképről, mert megvagyunk. Nem kell innentől kezdve sereget gyűjteni, megvan a sárkány utópia is. Jam. Le fog menni még az alsó részre. Ugye Kláncival neki még találkoznia kell a spellek összeszedésében. Akkor Klánci Tamás kinyitja és vége. 40000 gold. A váltságdíj. Tessék. És ha ide bemész, akkor megérkezik Terek. Tereknél pedig ott van az a tárgy, ami a küldetés tárgy. Őt ki kell innen vinnünk majd egy várba. Azt még nem tudom, hogy melyik várba kell elvinni. De akkor ez a Battle Mage barbár állat. Ugye itt van nála a Vampire's Cowl. Az akár rajta is lehet, nem, azt nem szoroz. Innentől kezdve Klánci Tamás elindul szerintem Town Portállal. Végignézi az összes várost. Egy-két város azért tele van. Kezdjük Black Quarter-től. Szevasz, G. De nem itt voltál eddig is? Upgraded Dragon volt, nem kell. Ben voltunk? Beállsz, kiállsz. Ez volt akkor a legalsó, ugye? Megyünk Town Portállal tovább Serenity-be? Ott fogunk majd találkozni. Oké, arra nem megyünk. Black Quarter megvolt, fent vagyunk a Sanctum, jön a következő? Nem, Cold Rain vára, ahol áll bent valaki. Ketten is. Alig várják az érkező seregeket. Na, még egy kicsit szarakodunk itt, ezzel utána vége van. Érdekes? Sok majom az érdekes. Ne törődj velük! Town Portál megy Cold Rain vára, az a következő állomásunk. Itt benézünk, kinézünk, megvannak a spellek. Mehetünk tovább. Hányszor lehet Town Portálozni egy körben, amíg a manát tart? Sanctum vára a következő. Megvagyunk. Közben ugye
hol van az a fickó? Ez itt van lent. Őt ki kell onnan szedni. Én nem tudom, hogy merre kell elvinni, de gondolom, hogy az alapvárunkba, ugye? Valószínűleg Serenity várába kell elkísérnünk őt. Itt meg kéne állnia előtte majd. Ez 4 nap lesz még. Megyünk tovább a következő ugrással. Ez lesz már Colt Szolvára, de szerintem arra úgy is voltam. Biztos, ami biztos. Ez így jó lesz. Megyünk tovább. De kíváncsi vagyok, hogy mennyit foglal el. Oda nem állhatok be. Leaf Hallba megyünk. Tehát mennyi movement pontba kerül egy-egy ilyen szarakodás vele. Upgraded Dragoncliff. Na hát. Jó, és akkor még ide is el kell menni, de itt ugye éppen bent áll valaki. Ez lesz akkor Glade Root. Tök mindegy, beáll, kiáll, megy tovább, és az utolsó manájával megérkezik Serenity váránál. Így, jó, ide kivesszük a unitokat. Szép sereget szedtünk azért össze. Kár, hogy már nincs semmi, ami ellen elhasználhatnánk őket. Jó, és akkor Gemmel fogjuk ezt még egyszer megcsinálni. Gemnek le kell mennie a föld alá, majd hogyha ott leszünk a váraknál, akkor még vele felveszik azt a 2 pontot. Ugye ez a jó arcú fiatal ember pedig akkor majd elkezd nyomulni az útján tovább. Nos, Klánci Tamás, hogy is lesz ez? Azaz, hogy Gem kijebb áll, Klánci meg kijebb jön. Így már át tudja adni a Tamportál spellt neki. Ugye most neki csak a déli várakat kell megnézegetnie. Kezdjük el szerintem úgy, hogy a lentitől, ugye? Colt Szoltól. Nem tudom, hogy itt voltunk-e már bent vele, de most mind a kettőnek minden spellje meg lesz. És akkor az utolsó simítások. Black Quarter, nem, az a fenti. Sanctum a következő. Még a 2 darab támadás és védekezés pont, az lesz majd még fontos itt nekünk. Ez is megvan, még sincs este. Még mindig vannak lépőpontjai. Következő Coldrain. Sacrifice. Figyelj, milyen menő egységeket tudna itt magához venni. Nincs elég hely a Garrisonban? Miért? Még sárkányokat is be lehetne oda tenni. Ja, sajnos ez a 16 vámpír, ez már nem fér be sehová. És akkor nem maradt mozgási pontom ahhoz, hogy felmenjek még támportál. Aha, túl el van, túlságosan fáradt. Szerintem itt kell majd lemennem akkor. És utána felteleportálunk még ide, megszerezzük az Implosion-t. Jó, Klánci Tamásnak kell-e valamit csinálni? Nem kell. Ő mehet tovább erre felé, és ezzel a küldetés vége is eljön. Na, jól elszarakodtunk vele, de érdemes volt itt még. Ez az Iván atya is. De ez a másik most. Nézzük a... Ez lehet az egyetlen Library of Enlightenment. Szerintem... Ami még fontos, más már nem lesz. Nem kell bemenni a spellekért? Iván, most csinálom te... Mit, aludtál eddig? Már 10 perce azon vagyunk, hogy körbe megyünk a spellekért mindenhová. Ez már készen van, Klánci Tamás serege. Az első napon vagyunk a héten. Jam. Megy tovább. Megszerzi a 2 pontot magának. 8-9-ből csinálunk 10 és 11-et. Azért az jó, az a plusz 2. Jó nagy varázsló nő lett belőle, nem mondom. És akkor 100 per 120. Neki még egy dolga van, hogy rámenjen a támportállal. Ugye nincs itt már más. Landmine az megvan neki. Megvan neki minden. Nem, az előbb kérdezték ugyanezt, amit most mondasz. Black Quarter várában pedig akkor jön az Implosion. Na, az mondjuk nagyon metal. Az kíváncsi vagyok, hogy nála mennyit jelent, tehát így sebzésben nézve. 1125 points of damage. Hát az igen erős. 25 manáért.
Úgyhogy tulajdonképp nagy dolgok nincsenek rajta. Aha, tehát minden, ami rajta van, ezek a basic statjai. Tehát 110 manából 4-szer el tudod nyomni, 10-es power az neki most már alapvető, és 1125 ver. Hát ez nagyon kemény lett az a gem ebben a szenárióban szerintem. Iszonyatosan erős. Felveszünk minden unitot, még mindig maradt zseton is. Ivanception. Amúgy ezeket szerintem nyugodtan bannoljátok ki, ezeket a bekövetéseket. Nem tudom, látjátok-e a listán. Teljesen feleslegesen vannak ott, én meg nem szeretem az ilyen kamu követéseket egy személyben. Ez megvan. Minden megvan, és akkor most beállhatunk a várba, és ezzel vége van a küldinek. Mindenki felvett mindent. A mapon nem voltak ilyen erősítő dolgok. De mire kellett behozni? Hogy be kell vele állnod? De melyik várba akar beállítani engem? Várja. Questlog? Szenárió info? Leafhall-ba kell elvinni, bocsánat. Leafhall? Az pont ott van. Nem tud varázsolni támportállal? Lehet, hogy tud. Akkor ezzel hazamegyünk, átadjuk azt a cuccot. Amúgy sem. Számít ez most túl sokat. Megyünk Glade Root, Serenity várához. Átadjuk neki a támportált. Szerintetek a Battle Mage el tudja kasztolni 10 mana pontból? 16 kellene hozzá. Erre tudok bele 16-ot csinálni abban az esetben. Klánci Tamás odaadja neki a különböző power skill, majdnem. Knowledge, nem, pont olyan knowledge kellene. Ez plusz 1, akkor már megvan a mana. Jó, most mehet a helycsere. Fú, mekkora tumultus van. Te fogsz oda beállni. Akkor most neki megjön a 20 mana pontja, és akkor a kövi körben felteleportál szépen Leafhall várába. Elméletileg ennyi. Hát ő azt mondja, hogy mehet Leafhall, támportál. Ja, csak Serenity-be tudná átmenni? Gyalog vagyunk, kényszerültek megtenni ezt az utat. Én azt hittem, hogy... Ja persze, mert ahhoz kell az expert verzió, mi? Hát... Megint tanultunk valamit. Ezt már eddig is tudtam, de most csak nem sejtettem. Innen már nem számít semmi sem, csak hogy beérjen oda. Így van és kész. Gratulálok, elérted a célodat. Az értékes rakomány egyben van, győztél. Na, ez lesz az NB3 vége. Viking IT, kösz szépen a raidet. Szevasztok, hogy vagytok, mi a helyzet? Hát most értünk a végére. A New Beginning című kampány harmadik missziójának. Ez így nem volt nehéz. Kíváncsi leszek, hogy itt mivel kell majd szemben állnunk. Egy másfél órát még beletehetünk, hogyha szeretnétek, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy teljes estét tenne ki a következő rész. Mit gondoltak erről? Szóval itt meg kell szereznünk ugye a másik artifaktot, ez a harmadik nekromanta artifakt, amire Sandrónak szüksége van. A Dead Man's Boots, a halott ember cipője, csizmái. Azt mondja, hogy el kell vinned Gem Starting Town-jába, habár... De jó, de honnan tudjuk, hogy mi a Starting Town? Ez tök durva, hogy ugyanúgy Clancy Tamás és Gem vannak itt, 25-ös szintig fejlődhetnek, de csak Gem fogja továbbvinni az XP-t, a skill-t és a spell-eket a következő campaign-re. Akkor lehet, hogy annyira Clancy Tamásban nem is kellett volna annyira erősítenünk, bár ebben a küldetésben, hogyha ő még szerepel, akkor mindenféleképpen egyszerűbb lesz, gondolom, vele megcsinálni a dolgainkat. Benne vagyok, hogy elkezd. Jó 6 órás stream, belefér a kövi rész? Hát reméljük, hogy belefér a kövi rész majd. Figyelj, itt már 3 enemid van, és ez expert difficulty. Úha! Experten meg tudjuk csinálni egyáltalán? Azt mondja, hogy handicapped lesz az ability, vagy mondjad már a nyersanyagokban, és a PC pedig a
maxra járatja a képességeit, ergo csal, ugyanúgy, ahogy eddig is csalt. Szerintem a fával illene kezdenünk. A 4000 gold sem rossz, de a fa az talán messzebbre vinnél. Jó kérdés, hogy melyik éri meg jobban. A ládákból amúgy is veszünk fel goldot. Candy Hap az. Hát, figyelj, maximum ránézünk, jó?